Lehetetlen megjósolni, hogyan alakul az életed. Minden másodpercek alatt megváltozhat. És ez történt a mi kis főszereplőinkkel. Nemrég születtek, és már annyira más az életük. Az egyik gazdag, a másik szegény. De aztán egy tüsszentés mindent megváltoztatott. Thanks. A babákat születésükkor összecserélték, és rossz családhoz kerültek. Lássuk, mi történt ezután. Ruby anyja nehezen egyezteti össze a munkáját Dylan felnevelésével. Megpróbál néha keveset aludni, hogy legyen egy szabad perce. De ha olyan a babád, mint Dylan, mindig készenlétben kell lenned. Ruby igazi művészt nevel. Az üzleti hívásai most sokkal szórakoztatóbbak. Mindenféle új megjelenést próbálhat ki. Köszönet a fiának. Nézd, milyen szép! Kitől volt ilyen gyönyörű anyu? Caroline is elfoglalt. Joey szórakoztatása sokkal nehezebb, mint gondolta. Caroline nem éppen gazdag, tehát játékokat kell készítenie a babájának. De a baba nem szereti a kartonjátékokat. Egyedül nehezen tudja megoldani, de szerencsére vannak kis segítői. Caroline büszke kiképzett csótányaira. Ő maga képezte ki őket. Ingatják a bölcsőt. Ő egy igazi Disney hercegnő. Ahogy Joey felnőtt, Caroline kezdte észrevenni, hogy Joey-t egy valami érdekli. Készpénzzel teli malacversejek. A játékok nem érdeklik őt annyira, mint a pénz. Caroline nem tudja megmagyarázni a furcsa vonzalmat a pénz iránt. Olyan, mintha Joey erre született volna. Joey-val ellentétben Dylan egyáltalán nem nyűgös. Valójában segíteni próbál az anyjának a munkájában, ami eléggé zavarja Rubit. Folyamatosan próbálja lemásolni őt, és megtanulja, hogyan éljen gazdag életet. A csengőt még azelőtt használta, mielőtt megtanult beszélni. Olyan gyorsan felnőnek. Úgy tűnik, mintha csak tegnap lett volna, aprók voltak. És most már kicsi felnőttek. Hát nem édes? Caroline imádja a fiát, Dylant. És olyan büszke, hogy már elkezdte az iskolát. Dylan is gyorsan felnőtt. 7 évesen megkapta első külső befektetését. 1 millió dollár van ebben a bőröntben, és ez csak a mai ebédre vonatkozik. Dylan soha nem fog éhezni. Tekerjünk előre. Ez itt Dylan. Úgy tűnik, valami elbűvöli. Vagy valaki. Ez a lenyűgöző lány, Jenny. És Dylan fülig szerelmes belé. Dylant úgy nevelték, hogy mindig megkapja, amit akar. Tehát amikor meglátja Jennyt, elhatározta, hogy a barátnőjévé teszi. Repülés a szerelem szárnyain. Neki ütközik egy szekrénynek, és Joey-nak, aki szintén beleszeretett Jennybe, első látásra. Vagy talán megvakította a készpénzt. Ez egy igazi csata kezdete. Ó, milyen romantikus történet! Nézd csak, Dylan! Joey-nak is elment az esze egy kicsit, csak Jennyre tud gondolni, és előállt egy tervel. Szép csokor kell neki. Imádni fogja. De pénz kell egy csokor vásárlásához, és Joey-nak nincs pénze. Néha úgy tűnik, hogy a családja el van átkozva. Soha nincs pénzük. De úgy nevelték, hogy soha nem adja fel. Caroline kiképezte a csótányokat. Így Joey is követheti az álmait. Csak meg kell találnia a módját, hogy lenyűgözze Jennyt. És ez nem lesz könnyű. Lenyűgözni egy lányt nem automatikusan könnyű, ha szegény vagy. Vagy mocskos gazdag. Előbb-utóbb bajok lesznek, de lehet, hogy megtalálod a kiutat. Dylannek sok pénze van, de egyáltalán nem magabiztos. És Joey is hasonlóan érzi magát.
A srácok eléggé kimerültek, de nem akarják feladni. A harcuk még csak most kezdődött. Nincs vesztegetni való idő. Minden megváltoztathatja a játékot. Dylan olyan ruhát próbál találni, amely lenyűgözi Jennyt. Valami, amitől dögösnek tűnik, és divatosnak. Mint a rapper Lil Trick. Mindenki szereti őt. Szóval Dylannek úgy kell öltöznie, mint ő. És Dylan bármit megengedhet magának. Szóval Lil Trick ruháját kapta a legutóbbi videóklipjéből. A rappernek fel kellett áldoznia a karrierjét, tehát Dylan lenyűgözheti Jennyt. Ez nagyon kedves tőle. Joey-nak is fel kell készülnie. De az anyja támogatásával kell dolgoznia. Ez értékes, de jelenleg nem tudja használni. Megvannak a nagyapja cuccai is, ami korábban az ő nagypapájáé volt, aki egy gyár tulajdonosától kapta. Ő pedig öltönyöket készített. Ez hibás. De jobb a semminél. Most a srácok készen állnak. Ez egy brutális harc. Jenny szerelméért. Még soha nem kapott ekkora figyelmet. Ez a két bátor harcos el akarja rabolni a szívét, és egyik sem adja fel. De a fiúk túl gyorsak, és Jenny kezd megijedni. Túl sokat harcolnak érte. Ha tovább akarsz küzdeni az igaz szerelemért, erősnek és jól tápláltnak kell maradnod. Bár Dylan Jenny megszállottja, bármi kizökkentheti. Még sajt is, ami Jenny nevét akarja. Ketchup felirattal. Joey azt kívánja, bárcsak gondolhatna az ételre, de nincs mind gondolkodnia. Családja havonta csak egy csomag spagettit engedhet meg magának. És etetniük kell a csótányokat is. Mindenki olyan akar lenni, mint Dylan. Szép háza van, rengeteg étele, rengeteg videójátéka van, és egy hatalmas tévéje. Dylan imádja, és Joey is. Csak nézheti Dylan játékát az ablakon keresztül, de nem tudja mindig élvezni. Néha Ruby korán ér haza, és a híreket nézi. Aztán megjelenik Joey anyukája mellette. Ez az egyetlen esély, amit kapnak tévét nézni. Joey olyan büszke, hogy eleget spórolt első laptopjára. De Dylan mindent tönkretesz. Joey régi laptopja nem veheti fel a versenyt Dylan új masinájával. Annyira gazdag, hogy minden tantárgyához van egy laptopja. És olyan gyorsak. Joey régi ócskavasával nem lehet összehasonlítani. Alig működik már, de tegnap megvette. De a pénz nem boldogság. Annak ellenére, hogy gazdag, Dylan sokat szomorkodik. Ruby túl elfoglalt a munkahelyén ahhoz, hogy odafigyeljen rá. Dylan várja az esőt, mert az eső tökéletes, hogy elrejtse gazdag könnyeit. Néha a boldogság nagyon kemény munkát igényel. Harcolnod kell azért, amit akarsz. Dylan és Joey mindent megtesznek, hogy megszerezzék. Ki tudja, mi történt volna, ha az igazgató nem lett volna itt. A srácok bajban vannak. Az igazgató felhívja a szüleiket, hogy megpróbáljon némi fegyelmet tanítani. Feszültek a dolgok. De Mónika igazgatónő észrevett valamit, amit még soha nem látott. Folyamatosan az az érzése, hogy a fiúk egyáltalán nem olyanok, mint az anyukájuk. Úgy tűnik, kicserélték őket. Joey Ruby fiának tűnik, és Dylan úgy néz ki, mint Caroline. Mónika nem tudja nem észrevenni, és nem tud másra gondolni. Olyan, mint egy rémálom. Ez Joey valaha volt legfélelmetesebb álma. Lehetett volna ő is, szegény. Ez őrült élmény volt Joey számára. Soha nem fogja elfelejteni ezt az álmot. Legközelebb nézd meg a videónkat egy babagyárról.
vajon azokat a babákat is kicserélték? És ne felejts el lájkolni és feliratkozni! Találkozunk legközelebb a Trum Trum Trikken!